Úgy, sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks kontrollos tanbemutató, a mai kiszemelt áldozat egy régi nagy kedvencem, ő nem más, mint az FE4202, ez egy Tier 10-es brit médium tank. A tankot nagyon régóta nem használtam, pedig hozzátartozott a medes családomhoz, úgymond, de annak idején én úgy vettem észre, hogy az ágyúja átesett egy kis nerfen, és innentől kezdve én hanyagolni is kezdtem az FE4202-t, most viszont ennyi idő után úgy voltam vele, hogy előveszem, kipróbálom, megnézem, hogy mégis most jelen pillanatban mi a helyzet az egyik kedvenc medemmel. Nos, de mielőtt belemerülnénk a csatába, lássunk pár érdekes adatot az FE4202-ről. 50 km-re képes hasítani a medünk, ami azt mondom, hogy nem is rossz, nem is jó. Ez az átlag médium sebesség, tökéletesen lehet használni. Alaplőszerünk APCR, prémium lőszerünk HES, és a harmadik lőszerünk a HEAT. Hát én csak az alaplőszer, tehát az APCR-t tettem be, meg egy kis HEAT-et. Az alaplőszerünk, tehát az APCR-ünknek az átütése 268 mm, mindenre elégnek kell, hogy legyen, viszont itt van a prémium lőszerünk, a HES, amire én azt szoktam mondani, ez a vicces lőszer, ugye ennek 210-es átütése van, ha esetleg huldánban van előttünk egy ilyesét, és nem bírjuk beütni a tornyát, akkor töltünk ugye a vicces lőszerre, tehát a HES-re, és elkezdjük csipegetni, 210-es átütésünk van, mint említettem, ha nem sikerül átütni, is sebezni fogjuk a felületén, hát mikor mit ad, attól függ. Igazából a HES lőszer az arra való, hogy ilyen puha testű TD-kbe belehasítasz, és akkor valami hatalmas alfát fog adni, viszont amikor ilyen ilyesét tornyával találkozol, és nem vagy képes átütni normál lőszerre, akkor ugye a vicces lőszerrel lehet kezdeni lefelé csipegetni, akár 250-esével is. Tehát még egyszer, az alaplőszerünk APCR, ez áll jól, ezt használjuk, ezzel lehet krediteni, 268 mm-es átütése mindenre elég, de ha esetleg puha testűvel találkozunk, át lehet váltani a HES lőszerre, aminek 210-es átütése van, viszont akkor is sebez, ha nem ütöd át a tankot, tehát az ilyen nagyon armoros, huldámos tankokat is el lehet kezdeni vele csipegetni. Az alaplőszerünk, tehát az APCR-ünknek 390-es alfája van, de mint említettem, a HES lőszerünknek a 210-es átütéssel, ha mondjuk egy grillébe belelősz egy ilyen puha testű TD-be, 480-at is beadhat, tehát 480-as alfa. De mint mondtam, ez ilyen ingadozó, a puha testűekben nagy alfát ad, a nagyon kemény armorba, amit nem tudsz átütni, azt meg elkezded ilyen 250-esével csipegetni durván. 1950 HPA rendelkezésünkre ezt kell beosztani, ez annyit jelent, hogy közel ilyen 4000-et illő ezzel az ágyúval kisebezni. Én nagyon szerettem régen is a tankot, mivel tornyos tank, tehát én nagyon szeretem a tornyos medeket, ugye amikor dom mögül ki tudsz nézni, a toronnyal véded magad, és kapsz mellé egy nagyon jó ágyút, de mint mondtam, annak idején letettem a tankot, mivel az ágyú egy kicsit megváltozott, mondhatnám azt is, hogy használhatatlan lett. 4-10-es alaplátótávunk van, tehát ráadásul nem csak, hogy tornyosak vagyunk, de veszett jó az alaplátótávja, és erre még ha rádolgozol, akkor egy igazi távolban látó sniper médiumot kapsz. Hát itt a VTAUF az elindult rám, de hát olyan sok esélye nem volt, elég pörgős és gyors csata lesz. Ágyunk pontossága 0,32 méteren, ami azt mondom, hogy nagyon jó, és adott egy 2,1-es szűkülés, na nekem itt volt a fő problémám, hogy ez a 2,1-es szűkülés 100%-os legénységre értendő, de sokkal nagyobb, szerintem ilyen 2,4-2,5-ös szűkülése van, úgy, hogy én már rá is dolgoztam, ez a mai napig jelen van, úgyhogy ilyen kicsit érdekes. Tehát régen is ez volt a baj, hogy hiába szereltem fel szűkülésre, a szűkülést, ha nem várod be, akkor eléggé mellélő, így úgy érezhető, hogy az ágyú egy kicsit csal, de nem csal, csak szerintem a 2,1-nél nagyobb a szűkülése, legalábbis az volt, amikor én letettem. Tehát összegezzünk, adott egy átlagos mobilitású médium tank, ami azt mondom, hogy tökéletesen lehet használni, adott nekünk egy veszett erős torony, amivel egy jakpanzer elszázat is le lehet pattintani, brutális, adott egy halálpontos ágyú, ami régebben ugye, ha nem vártad be a teljes szűkülés, mindent mellélőtt, én ekkor tettem le a tankot, de mint most látható, félszűkülésből is eltalálja az illetőt, úgyhogy azt mondom, hogy az ágyút kijavították, most tökéletesen lehet használni.
Adott ez mellé egy brutális látótáv, tehát egy igazi kis sniper médium tankról beszélünk, ami ráadásul tornyos. Tehát a médium tankunkban most jelenleg minden adott ahhoz, hogy tökéletes játékot tud játszani, egy élvezhetőt, nagyon jó képességei vannak az FV42-02-nek. Régen is az volt utána, mondom, én úgy éreztem, hogy az ágyú az sokat csal, viszont jelen pillanatban megint tökéletesen lehet használni. Az alaplőszerünk, tehát az APC-rünknek a lőszer sebessége 1478 méter per szek, ami azt mondom, hogy brutálisan száll, nehéz kitérni előle. A HES lőszerünké pedig 1173 méter per szek. Ez sem rossz, ez sem száll rosszul, ez kifejezetten ugye ez armoros tankok lecsipegetésére jó, azok annyira nem rohangásznak, viszont célszerű az APC-re előni a lightokat láncra, és utána gyorsan váltani a vicces lőszerre, és azzal megpirítani őket. Tehát az FV42-02 még mindig brutális. Én úgy látom, meg is van a végeredmény, ez egy nagyon gyors csata volt, győztes csata. Lássuk, hogy mit sikerült ennyi idő alatt kihozni. 5 frag, 4551 sebzés, én azt mondom, hogy ugye említettem, hogy ilyen 4000-et azért illő kisebezni ez a 10-es meddel. Nagyon jól kerestünk, ugye emelt kredit szorzó volt a 10-es tankokra, 221 ezret, 5 frag, 4551 sebzés, 5361 assist, az azt mondja, hogy közel 10 000-et sebeztünk, Mastery, Testvériség, Spotter, Fire for Effect, Zúzó, Fighter, hát a Gunmark, mivel nagyon rég nem használtam, ez visszaesett, de semmi probléma, a Med brutális formában van, úgyhogy üdvözlöm újra a családban az FV42-02-t, remélem tetszett, hamarosan találkozunk, Jerikó voltam, sziasztok!